Sziasztok! Na most értem haza edzésből. Hétfő este van, és arra gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy hogyan is néz ki egy tipikus hétköznapi estém. Ugye nemrégiben készítettem egy Work Week in My Life videót, amiben bemutatom nektek, hogy mit csinálok a hétköznapokon, hogy pontosan miből is áll egy munkahetem, és ebből következően gondoltam arra, hogy tovább vinném ezt a videót egy jó kis night rutinna, mert már olyan régóta akartam egyébként ilyet csinálni, de valahogy sose jutottam el még idáig. Edzés terén most már a peak szezonban járunk, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon közel van a világbajnok, úgyhogy most tényleg csak e körül forog az agyam, meg az egész életem, és ezért a hétköznapjaimat az edzés mellett próbálom a lehető leglazábbra venni, viszont ma mindenképpen kell csinálnom egy kis kaját, meal prepelnem kell, mert tegnap nem nagyon volt rá időm, úgyhogy el fogunk készíteni együtt valami nagyon-nagyon egyszerű kaját, de előtte mindenképpen meg szeretném nektek mutatni, hogy mit szoktam csinálni, mikor hazérek az edzésből, és képzeljétek el, nagyon izgatott vagyok, mert ma érkezett meg az új Forio Luna Mini 3 készülékem, amit mindenképpen szeretnék ma este már kipróbálni. Ez egy új generációs arctisztító készülék, nem sokára mindjárt meg is nézem, hogy hogyan működik, de előtte gyorsan készítek valami jó kis meleg teát, mert érzem, hogy kezd fájni a torkom. Aztán miközben hűl a tea, meg is mutatom nektek, hogy hogyan indul minden edzés után az esti rutinom. Főleg most, hogy itt van az ősz, szeretek egy kicsit jobban odafigyelni arra, hogy hogyan is töltöm az esteimet, mert nagyon-nagyon hamar el lehet fáradni az őszi napokon, főleg, hogy ilyen hamar sötétedik, és én, ahogy hazérek a melóból, konkrétan le tudnék feküdni és tudnék aludni másnap reggelig, úgyhogy megpróbálok mindenféle kis apró trükköt bevetni, hogy ne legyek nagyon-nagyon fáradt a munka után, és legyen még tényleg energiám edzeni. Egyébként ezt a fehérjét ittam most az edzés után. Ez a MyProteinnek az új Clearway Isolate fehérjéje, és képzétek el, hogy olyan színe van, mint a BCA-nak. Egyébként így néz ki, sima, ilyen nagyon fine por állaga van. Ez egyébként hidrolizált fehérje por, de pont ezt tetszik benne, hogy nincsen ilyen fehérje állaga. Még van egy kevés a shakeremben, talán látszik, hogy tényleg abszolút átlátszó színe van, és nagyon buli. Természetes édesítőszerekkel van egyébként ízesítve, és egyáltalán nem ilyen nyányos, édes íze van. Ez egyébként ilyen nyári limitált szériás kiadás volt, úgyhogy nem tudom, hogy van-e még belőle az oldalon, de ha igen, akkor mindenképpen belinkelem a leírásba. Én barackos tea ízesítésűt rendeltem, és nagyon-nagyon ízlik. Közben, ahogy hazaérek, már iszogatom is a kis citromos vizemet, most már nem csak reggel szoktam, hanem este is, mert kell ilyenkor az emésztésnek, és tényleg mindent ki akarok használni, hogy most már ne legyek beteg itt az utolsó két hétben, mert ez ilyenkor a legkritikusabb, ugye már annyira el van fáradva a szervezetem, a testem, az agyam, mindenem, hogy ilyenkor már tényleg csak pengelyen táncolok, és többször volt már olyan, hogy nagy versenyek után, amikor így kiürült a stressz, akkor lebetegedtem és tüszös volt a mandulám, meg minden ilyesmi, úgyhogy ezt most szeretném tényleg elkerülni, és ezért csinálni fogok egy jó kis teát, ha van itthon. Van itthon jó kis japán matcha zöld tea porom, amit most össze fogok keverni egy kis búzafűporral. Nem lesz a legfinomabb, de legalább nagyon-nagyon egészséges. Teszek még hozzá egy kis makaport is, meg kurkumát, és ilyen fűszerkeverékkel fogom ízesíteni, meg egy kevés édesítőszerrel. Van itthon ilyen mézes sütemény fűszerkeverékem, talán az majd ad neki egy kis normális ízt, és nem lesz olyan. Úgyhogy ezt most gyorsan összerítjentem, aztán neki is állok tisztálkodni, mert már nem szeretek ilyenkor még megmozdulni se itthon, amikor ennyire, tudjátok, edzés után vagyok. Nincs itthon ilyen kis viszkem, amivel össze lehet keverni a matcha teát, úgyhogy simán egy ilyennel fogom majd kikeverni. Bele is pakoltam a többi hozzávalót, hát ez egy jó erős koktél lesz, de ilyenkor muszáj. Na, tettem hozzá még egy kis hideg vizet. Nem is lett rossz, jó van. Még adtam hozzá ilyen fluff dropot, hogy legyen valami íze. Na, úgyhogy most ezt hagyom még egy kicsit hűlni. Edzés után mindig szeretek egyből azzal indítani, hogy lemosom az arcom, mert egy az, hogy
hamar olajosodik a bőröm, kettő tiszta izzadság, három a kondiban ugye mindenhez hozzányúlok, utána meg az arcomhoz hozzányúlok, szóval az meg egyáltalán nem tesz jót a bőrnek, és mint mondtam, nekem elég olajos a bőröm, szóval hajlamos vagyok a pattanásosodásra, viszont mostanában lekopogom, egész szép a bőröm, de még mindig nem a legszebb, és nekem az az egyik életcélom, hogy egyszer szép legyen a bőröm, úgyhogy szeretek mindenféle kis remedikhez folyamodni, és mostanában nagyon szeretek sminkelni is, szeretek a munkahelyemre szépen csinosan felöltözni, de ezt már láthattátok az előző videóban is, és hogyha megyek edzeni, akkor egyből lemosom a sminkem edzés előtt, mert alapozóval egyáltalán nem ajánlatos edzeni, úgyhogy most a szemöldökömön kívül nincsen semmi más az arcomon. Néha szoktam kenni rá ilyen kis primert, de most nagyon meleg van a teremben, úgyhogy ilyenkor azt se szeretek felrakni, mert hogyha izzadok, akkor letörlöm és mindenhol látszani fog. Plusz ugye abszolút eltömíti a pórusokat, úgyhogy többek között ezért is örültem ennyire a Foriónak. Egyébként ezt már biztosan láthatátok egy csomó YouTube videóban, mert nagyon kedvelt termék, és nagyon izgatott vagyok én is, hogy kipróbáljam, úgyhogy most meg is nézzük. Képzeljétek el, van hozzá egy szuper applikáció. Járt hozzá egy ilyen arctisztító is, és az applikációban ki tudtok választani többfajta kis módot, úgyhogy én szerintem ezt a 30 másodperces Glow Boost módot fogom kipróbálni. A szemöldökömet viszont előtte le kell szednem. Kicsit bevizezem az arcomat, meg a készüléket is nyugodtan be lehet vizezni. Egyébként természetesen rózsa-arany színű. És teszek rá egy kicsit a tisztítóból, aztán elindítom. Az applikáción keresztül el lehet indítani szépen a programot, és akkor a Luna is el fog indulni. És letelt a 30 másodperc, de is állt. De én még egyszer akarom. Hát ez nagyon érdekes érzés, ahogy pulzál ez a kis készülék. Abszolút ezután, az egy kipróbálás után érzem, hogy teljesen felfrissült az arcbőröm, úgyhogy eddig nagyon szimpatikus. Most mindenképpen tesztelni fogom, minden nap szeretném majd használni. Látszik is rajta, hogy eltávolítja az elhalt hámsejteket, meg mindent, ami a bőrömön volt így az edzés után. Úgyhogy nagyon-nagyon izgatott vagyok. Nagyon könnyű vele bánni, és ugye mivel műszempillám van, nem dörzsöltem az arcomat, és sokszor úgy szoktam érezni, hogy nem mostam meg eléggé, mert ugye fürdés közben nem szoktam közvetlenül az arcomat zuhanyozni, és akkor mindig próbálom még extrába törölgetni a fejemet, meg tisztogatni, viszont ezzel nagyon-nagyon könnyű volt megtisztítani az arcomat. Úgyhogy most le is öblítem, mert ugye vízálló, meg az arcomat is. Ó, de jó. Érezhetően puhább lett egyébként az arcbőröm. Remélem, hogy be fog válni ez a termék, mert szeretnék szép arcot tényleg így már a 30-as éveim közelettével. Úgyhogy most egy darabig mindenképpen tesztelni fogom edzés előtt is, meg után is. Aztán, hogyha kíváncsiak vagytok, akkor majd mesélek a tapasztalataimról. Na de most... Ha, de cuki. Na de most megyek és gyorsan csinálok egy kis kaját, meal prepet, meg megcsinálom a vacsimat, és akkor utána elmegyek fürödni. A teám az már teljesen leülepedett. Most ezen a héten nincs nagyon időm sajnos főzni, mert rengeteg dolgom van, úgyhogy egy egyszerű Aldis teljes kiölésű rántott húsit fogok most bedobni a sütőbe, egy kis zöldségmixel, amit szintén a sütőben fogok megsütni. Most egyébként visszavettem egy nagyon picit a szénhidrátból, de hogy ne legyek nagyon éhes, arra gondoltam, hogy kipróbálom ezt a Zero Rice a MyProtein-től. Már mutattam nektek ilyen konyaklisztes terméket, de ezt a Zero Rice-t még én sem próbáltam ki, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen, mert ugye ez egy kicsit ilyen gumis állagú ez a konyaklisztes tészta, viszont nem tudom, hogy a rizs milyen lesz belőle, mert ugye ez ilyen nagyon apró darabokra van felszelve. Úgyhogy ezt fogom még hozzákeverni a zöldséghez, és ezt viszem majd a melóba ebédre. Egyébként ezt nem kell főzni, annyi, hogy meg kell melegíteni vagy egy lábasban, vagy pedig én most be fogom rakni a mikróba, hogy még több időt meg tudjak spórolni, úgyhogy neki is látok. Na, kész is vannak a kaják, így osztottam be őket 3 napra, és most a zöldséghez fogok még keverni ilyen kis rizst. Először le kell öblíteni hideg vízzel, aztán be lehet dobni a mikróba.
be a mikróba egy 2-3 percre, aztán már mehet is a kajába. Most csak egy adagot csinálok meg, mert hát nem akarom, hogy ilyen nagyon nyálnyos, nyálas legyen a többi kajám, de egyébként is 2 perc alatt elkészül, úgyhogy ráérek majd minden este egyet összekeverni. Úgyhogy így fog kinézni a holnapi meal prep. Teljesen rizsállaga van egyébként, jó, nyilván kicsit puhább, meg ruganyosabb, de át tudom magam verni vele, értitek, olyan, mintha rizs tennék, aztán semmi kalória nincsen benne. Szuper! Na, úgyhogy mehet is szépen be a hűtőbe. Aztán most elmegyek fürödni, én is csinálok vacsorát. Van itt egy kis salátamixem, tonhalam, paradicsomom, úgyhogy összeütök valami finomságot. És remélem, hogy nem leszek beteg. Na, fürdés! Vettem 2 új fésűt most a Glamour napok alkalmából. Ez az egyik, ez ilyen vaddisznó sörte, és olyan jó puha lett tőlük a hajam, úgyhogy nem tudom, hogy milyen buborékban éltem eddig, úgyhogy ezeknek nagyon örülök. És egyébként fürdés közben szeretek a Spotify-on hallgatni podcastot. Most erre a Girls on the Go nevű podcastra vagyok nagyon rákattanva, úgyhogy ebből fogok meghallgatni egy epizódot. Szuper! The following program is brought to you by your friends at Podcast One. So excited to be back with you guys for another episode. Na most már meg is fürödtem, és ezt nézzétek, mi van rajtam. Vanzi! Nagyon élem ezt az őszi vibe-ot, és a Glamour napokon vettem ezt a kis vanzit a takóban, azt hiszem a takóban, soha nem veszek ott semmit, de ez nagyon cuki volt. És nagyon puha, nagyon meleg, most még egy kicsit túl meleg is, de imádok az őszi-téli időszakban, vanzikban itthon chillelni, és ez a pandamac is egyszerűen kikészít, úgyhogy ebben és hasonlókban fogok most itthon nyomulni egész télen, de egyre rosszabb a hangom, ne legyek beteg! Egyébként itt van a MyProteines rendelésem, amiből nemrég csináltam egy unboxingot az Instán, és jött vele ez a Muscle Roller, ez egy SMR henger, amiből már volt nekem egyszer egy, de valamelyik versenyen, azt hiszem a magyar bajnokságon idén elhagytam, úgyhogy azóta csak a kondiban használom, viszont ez elengedhetetlen ilyenkor már a versenyidőszak végén, mert ilyenkor már tényleg mindenhez kell folyamodni, ami segíti egy kicsit az izom regenerálódást, mert most már egyszerűen mindenhol görcsök vannak a testemben, minden fáj, az összes izmom állandóan be van görcsölve, ami nagyon rossz érzés, és tényleg néha úgy kelek fel, hogy alig bírok kikászálódni az ágyból, annyira fájnak a combjaim. Pedig rengeteg magnéziumot, meg mindenféle vitaminokat szedek, de nem baj, majd elalvás előtt mindenképpen hengerezek egyet, mert az is egy kicsit segíteni fog az izomregenerációban. Viszont most gyorsan nekiállok a vacsorának. Ez tényleg nem lesz semmi extra, csak egy nagyon egyszerű és gyors tonhalsaláta. Edzés után is kell egy kis szénhidrát, úgyhogy azért választottam ilyen kukoricás sali mixet. Szépen pakolok egy picit a tálkába, aztán mehet rá egy kis paradicsom, illetve a tonhal konzerv. Mindig olyan tonhal konzervet veszek, ami sima sós lében van, mert az olajos az nagyon sok extra kalóriát tartalmaz. Erre viszont rá tudom én tenni a saját kis seasoningemet, meg a szószomat. Szórok még egy kis cashew-diót, legyen benne egy kis extra zsír. És most egy kis citromlevet fogok rácsöpögtetni. Oh yeah! Maradékot meg majd a reggeli vizembe. Úgyhogy ennyi a mai vacsi. Ezt most szépen megeszem, és elkezdek készülni a lefekvéshez. Aztán általában, ha időm engedi, akkor szeretek ilyenkor olvasgatni egy kicsit. Viszont mostanában egyáltalán nem engedi az időm, úgyhogy tényleg csak az eszenciális dolgokat szoktam csinálni lefekvés előtt. Ami pedig nem más, mint a hála és a naplózás. Rengeteg videómban láthattátok már, hogy mit szoktam csinálni ezekkel a kis füzetekkel. Anélkül nem megyek el aludni, hogy ne írnám le
egy füzetbe, hogy miért vagyok hálás. Ehhez most jelenleg ezt a szép kis márványos tavalyi Bershkás füzetet használom. Nagyon szeretem, és egyébként a feléig már meg is töltöttem, és roppant jó érzés egyébként ezeket visszaolvasni, és újra végig gondolni, hogy miért is vagyok hálás az életemben. És ugyanezért szeretek egyébként naplót is írni, mert tök jó ilyenkor reflektálni, és tényleg visszanézni, hogy mennyi minden is történt, mert ez egy dolog, hogy emlékezünk egy-két eseményre, meg képeket készítünk, és azokról is eszünkbe jut néhány történés, viszont maga az élmény, és ami ilyenkor jár a fejemben, amikor egy-egy dolog történik, arra nem fogok csak úgy emlékezni, kivéve, hogyha leírom, szóval ezért szeretek nagyon naplózni. Naplózásra egyébként most ezt a kis kedves füzetet használom, ez egy inspirációs könyv, amit még a Tesco-ban vettem talán 1000 forintért, és ilyen nagyon szép kis színező könyv ez egyébként. Hát színezni nem szoktam, mert arra sincs időm, egyet már kiszíneztem, itt is van. Ez egyébként nagyon jó kis terápiás elfoglaltság tud lenni. Viszont tényleg ebbe írom le a gondolataimat, ebbe rajzolgatok, és képzeljétek el, szoktam Instagramon elmentegetni magamnak mindenféle kis idézeteket, meg én a horoszkópjaimat is mindig elolvasom, és általában valahogy mindig körbe tudom úgy forgatni őket, hogy igazak legyenek. Erre használok is egy applikációt, az a neve, hogy Daily Horoscope. Ott is van, ugye angolul írja a horoszkópot, és nekem egyébként rák a horoszkópom, az aszcendensem pedig oroszlán, minden teljesen igaz rám. De visszatérve, hogyha egy-egy ilyen idézet nagyon megfog, akkor azt is ebbe a kis könyvbe szoktam leírni. Ilyen például ez is, 19 Habits to Live By. Ez egyébként 19 szokás, ami szerint élni kellene az életünket, és imádok ilyeneket leírni, mert ahogy leírod, tényleg sokkal több értelmet nyer, és az írásnak, a papírra vetett szónak hatalma van. Én ebben nagyon hiszek, és ezért is szoktam mindig mindent papírra vetni, úgyhogy enélkül tényleg nem fekszem le aludni, mindig leírom a gondolataimat, ha nem is órákig írogatok, hanem tényleg mondjuk 10 percet szánok rá, de akkor is legalább leírom, hogy aznap mi történt, hogy aznap miért vagyok hálás, vagy egyébként miért vagyok szomorú akár, tehát nem csak a pozitív dolgokat írom le nyilván, hanem a negatívakat is, de mindig ilyenkor megpróbálom egy kicsit átfordítani, és a pozitív dolgokat keresni minden negatív történésben, hogyha ez így érthető. Szóval ez nálam a minimum, egyébként ennél többre nagyon időm nincsen, ma ez egy különleges nap, mert korábban értem haza a munkahelyemről, mert nincs a főnököm, viszont ezen kívül általában hazaérek este 6 óra és 7 óra között, egyből elmegyek 7 körül edzeni, néha szoktam egy kis power napet tartani az edzés előtt, de elmegyek edzeni, aztán mire hazaérek van 9 vagy 10 óra, neki kellnom készülődni az ágyba, alváshoz, mert ugye reggel megint korán kelés, és azokon a napokon, amikor nem edzek, akkor szoktam foglalkozni a YouTube-os, illetve Instagramos dolgokkal, megtalálkozni a barátaimmal, de megmondom őszintén, mostában olyan is volt, hogy hazajöttem, lefeküdtem aludni, és másnap reggel ébredtem csak meg. Úgyhogy tényleg most már ez az időszak, ez nagyon kemény, de abszolút bizakodó vagyok a versenyt illetően, nagyon jól mennek most az edzések, valóban fáradok, és most már nagyon fáradt vagyok, de amikor edzek, akkor egyszerűen tényleg felszabadulnak az endorfinok, és borzasztóan motivált tudok lenni olyankor. Úgyhogy ebben a videóban tényleg csak meg szerettem volna mutatni nektek, hogy hogyan is néz ki egy átlagos hétköznapom így a versenyfelkészülés alatt. Most megeszem a vacsorámat, nézek valami YouTube videót közben, illetve leírom a gondolataimat. Aztán reménykedjünk benne, hogy nem leszek beteg a versenyig. Nagyon-nagyon nem akarok beteg lenni. És utána elalvás előtt még gyorsan hengerezek egyet. Aztán holnap kedd, munka. És most már ugye tényleg kevesebb, mint 2 hét van vissza a versenyig. Ami azt jelenti, hogy jövő héten már nem fog dolgozni csak 2 napot, hétfő kedd. Ugye szerda az alapból ünnep, és csütörtök pénteket már kiveszem. Pénteken fogok elindulni Szlovákiába, és szombaton lesz a mérlegelés. Na, de nem szaladok ennyire előre, mert addig még jön egy pár videó. Úgyhogy remélem, hogy tetszenek nektek ezek az őszi tartalmak. Egyébként nem sokára hozni fogom a süti receptes videót is. Most már pizsiben is vagyok, úgyhogy készen állok a lefekvésre. Nagyon száraz a levegő a lakásomban, ami egyébként nem annyira rossz, mert legalább nincsen annyi pók,
viszont reggelre nagyon ki tud száradni a torkom, és főleg ilyenkor, amikor érzem, hogy beteg leszek, még inkább örülök, hogy van itthon egy ilyen kis párologtatóm, úgyhogy most szerintem ebből a doTERRA-s On Guard-ból fogok belecsöpögtetni, illetve a Breed-ből. Ez a kettő ilyen különböző eszenciális olajokat tartalmazó kis mix. Ilyen finomságok vannak benne, mint például vadnarancs, fahéj, eukaliptusz levél, menta, citrom, kardamon, szóval remélhetőleg ezek is segíteni fognak egy kicsit ma este, hogy reggelre jobban érezzem magam. És már be is indult. Yeah, nagyon szuper, nagyon jó illata van. Elég erős, de segít az elalvásban, úgyhogy imádom. Na úgyhogy eljött az idő, hogy lefeküdjek aludni, mert holnap reggel munka van, most már 10 óra is elmúlt, úgyhogy le is zárom ezt a videót. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, hogyha tetszett, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Találkozunk a következő vlogban. Sziasztok!